Bonyhádon a helyi Kálváriadombon emlékeztek az aladi vértanúk kivégzésére. A völcsegi városban hagyománya van annak, hogy október 6-án a város egykori lakója Perczel Mór honvéd tábornok sírjánál tartanak emlékműsort. Idén Vodli Makovics Erika történelem tanár arról beszélt, hogy bár a szabadságharc levelése kapcsán legtöbbször az aradi vértanúk hangzik el, ennek ellenére rengetegen haltak hősi halált Magyarországért a harcok során. A tisztesség azt is megköveteli, hogy az október 6-án kivégzett 13 főtiszt és mártír miniszterelnök mellett azokról is megemlékezzünk, akik csak azért nem szerepelnek a vértanúk listáján, mert nem azon a gyászos napon adták életüket a magyar szabadságért. Bonyhádon a megemlékezés Perczel Mór síjának megkoszorúzásával ért véget. Pakson a Dunaparti sétányon az összetartozás emlékművénél várták a megemlékezőket október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére rendezett ünnepségen, ahol Szabó Dávid ének és gitár előadását hallgathatták a résztvevők. A megemlékezésen tiszteletét tette Süli János tárca nélküli miniszter, Kovács Pál államtitkár, az MVM Paksi Atomerőmű és a Paks 2 ZRT vezetői, pártok, civil szervezetek, intézmények képviselői, akik az ünnepség zárásaként elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Szabó Péter polgármester emlékező beszédében kiemelte, az ember az egyetlen létező a világban, aki képes szinte örök nyomot hagyni benne. Nemzetünk történelem könyvének aranyoldalain írjuk azoknak az embereknek tetteit és nevét, akikre ma emlékezünk. Büszke lehet az a nemzet, akinek ilyen nemes vértanúi mutatnak példát 171 év távlatából is, hiszen a mai szabad és gyarapodó életünk az ő önfeláldozásuk eredménye is. Ezért kívánom, hogy merjünk hinni, hogy minden döntésnek, szónak, cselekedetnek súlya van. Tolnán a hagyományoknak megfelelően a helyi közélet egy ismert alakja emlékezik meg az aradi vértanúktól. Ezúttal Novotné Bán Erzsébet, a Szent István Katolikus Gimnázium igazgatója rajzolta meg a forradalom elbukásának és az azt követő megtorlásnak történetét. Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 aradon fogva tartott tiszt kivégzését Hajnaú szándékosan október 6-ára a bécsi forradalom és Latour hadügyminiszter meggyilkolásának évfordulójára időzítette, amivel egyértelművé tette, hogy az eljárások célja a bosszú és nem az igazságszolgáltatás volt. Az ünnepség részeként helyezték el a megemlékezés koszorúját és gyújtottak mécsest az áldozatok emlékére a Szent István parki emlékhelyen. Dombóváron a Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak közleműködésével emlékeztek a vértanú halállal az ország szabadságáért meghalt hősökre. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere beszédében kiemelte, hogy az 1848-49-es szabadságharc hőseinek példája ma azt üzeni nekünk, hogy jelen helyzetünkben álljunk ki a nemzeti értékeink és kultúránk mellett, így cselekedjünk nemzetünkért. Erőszak. Az 1848-as, 49-es szabadságharc hőseinek példája ma ezt üzeni nekünk, hogy jelen helyzetünkben álljunk ki nemzeti értékeink és kultúránk mellett, így cselekedjünk nemzetünkért. Az aradi vértanúk utolsó tettükkel azt bizonyították, hogy másokért éltek. Áll rájuk is Jézus szava. Senki sem szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért. Az önkormányzat és a járási hivatal mellett több civil szervezet is koszorúzott az aradi vértanúk szobránál.